A hagyományaink azért vannak, hogy a közösség ereje fennmaradjon. Bár tavaly a pandémia miatt elmaradt Soroksáron a svéd tradíciókat őrző disznóvágás, azonban idén egy 320 kilós jószággal igyekeztek behozni az előző évi kalória elmaradást. A tradicionális soroksári sváb hurka, kolbász, pecsenye és hagymás máj illata sokakat csábított idén is a soroksári tájház autentikus udvarára. A hús feldolgozásának fortéjai és konyha titkai itt apáról fiúra szállnak. Azt az ízvilágot igyekeznek újra és újra elérni, amit annak idején nagyszüleik varázsoltak a régi korok egyszerű étkezőasztalára. Végre Varahára meg tudjuk tartani a hagyományos, tradicionális soroksári sváb disznóvágásunkat. Sajnos az előző évben ezt nem tudtuk a járványhelyzet okán, úgyhogy legutoljára 2020-ban volt itt a tájházban disznóvágás, úgyhogy most nagyon örülünk, hogy ebben az évben meg tudjuk tartani. Ez nekünk nagyon fontos esemény, úgyhogy ilyenkor ugye kellő visszhangot adunk ennek a rendezvénynek, és hála Istennek nagyon sokan ellátogatnak. És milyen folyamatokon vagyunk túl, és mik várnak még ránk? Hát, hogyha ugye mögém nézünk, akkor még az jól látszik, hogy a disznó a rénfán lóg. Tehát tulajdonképpen a pucolási folyamat megtörtént, ami az egyik legfontosabb része. Ugye azt tudni kell, hogy mi nem csak pörzsölünk, hanem előbb teknőbe forrázzuk a disznót, és utána állítjuk rénfára, és megpörzsöljük. És ha jól tudom, akkor most épp a disznónak a bontása zajlik jelen esetben. Hogyan volt a disznónak az elaltatás? Vagy megölése? Hát természetesen ezt nagyon mondhatom úgy, hogy humánus módon, persze ez nem jó az állatokra, de állatbarát módon, ugye ennek azért vannak ma már komoly jogszabályi környezete, amiben tehát csak úgy nem lehet leölni egy állatot. Mi elkábításos módszerrel. Alapvetően nem érez semmit, legalábbis nekem ezt mondta a hentes. Úgyhogy, de ez egy nagyon állatbarát. Hát jó Isten azért teremtette a haszonállatokat, ugye, hogy az ember éljen. És most elnézést kérek a vegetáriánusoktól. Milyen finomságok készülnek? Hát itt nálunk ugye minden napszaknak megvan a maga menüje. Most kezdődött a feltálalása a hagyományos hagymás paradicsomos májnak. Úgyhogy ezt körülbelül ilyen 9:30-kor kezdtük, vagy kezdjük, és olyan 11-ig tart. Addigra ugye, hát ahogy mondtam, a disznó még egybe van, és akkor ilyen dél 1 óra körül jönnek a pecsenyék, ezek általában fokhagymás, borsos, paprikás pecsenyehúsok megsütve. Az első töltetünk az a kolbász lesz, utána pedig jön a véres hurka, aztán a májas hurka. Disznósajtot nem csinálunk, mert itt ugye ez egy más típusú, ugye ez egy úgymond köznépi disznóvágás. A disznósajt az pedig ilyen szempontból nem fér bele, mert azt csak holnap után tudnánk elfogyasztani. Tehát az a cél, hogy ilyenkor, hogy estére elfogyjon a disznó. A hagyományos májas hagymás receptnek mi a titka? Hogyan kell elkészíteni jól? Ahány ház, annyi szokás szokták mondani, itt száll a pernye a kisházból, a kemencéből. Tulajdonképpen nem bonyolult, hát van egy hagymás alapja neki, amiben mi ezt tegnap, hogy most gyorsan tudjuk elkészíteni a májat, már ledinszteltük a hagymát, illetve tévépaprikát, és akkor frissen rakjuk ebbe a megdinsztelt, meg zsírt teszünk, mert a máj sok zsírt vesz föl. És tulajdonképpen a belerakjuk a májat, amivel fűszerezzük, az majoranna, piros paprika, fekete bors, só. Illetve, amikor már majdnem a végén vagyunk, akkor öntjük bele a paradicsomot, és akkor még ezzel ilyen paradicsom pürét, és ezzel van összekeverve, és hát hála Istennek úgy hallom, hogy nagyon finom lett idén is. A hagyományos sváb disznóvágás a disznó feldolgozásánál végzett munkafolyamatban és a fűszerezés fortéjaiban tér el más nemzetiség szokásaitól. A sváb hagyomány szerint a földi útját befejező jószágot a rénfára, vagy gúny nevén rémfára akasztják fel, és a böllér így bontja szét azt majd kisebb darabokra. Hát én láttam már nem sváb disznóvágást, nem egyet, nem kettőt, hát a munkafolyamat már az elején is más. Mondjuk úgy, hogy nem sváb disznóvágásnál, nem forráznak. Legalábbis én, amit láttam, ott
igazából nem rénfán volt a disznó, hanem a földön deszkán, és csak pörzsölték, meg szalmával pörzsölték, szóval egy kicsit más a munkafolyamat, meg illetve más a fűszerezése is a hurkájuknak. Például ott fehér hurka van, vagy hogy hívják, nálunk a májas hurkába piros paprikát teszünk, illetve hát a véres hurkánkban meg szalonnakocka van, ami kimondott Soroksárra jellemző, mert például a Dunaharaszti is szintén egy sváb falu, ott pedig zsemlekockát raknak. Tehát még a sváb falu között is vannak receptúra különbségek. Nyilván jól tudnak lakni itt az emberek, hiszen bőséges lakoma vár rájuk. Mi van, hogyha megszomjaznak? Milyen itókák állnak rendelkezésre? Természetesen, hát mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján azért szépen egyre többen és többen látogattak el hozzánk, hála Istennek, azért felkészültünk. Hát italokban alapvetően forró tea, forraltbor, illetve csapolt sör van. Hát rövid italt, mindenki, amit hoz magával, azt tudjuk felszolgálni, de hát mondom, ételekben is azért nagyon sok színesen. Természetesen ez nem egy kalóriamentes étrend ez a mai nap, amit itt felszolgálunk, de azt gondolom, hogy mindenki, aki eljön, mindig úgy megy el, hogy mind a 10 ujját megnyalja. Elég nagy disznót látok itt magam előtt. Hány kilós ez a disznó, és hányan lakhatnak ebből jól? Hát meglepődtünk, mert ennél kisebbre számítottunk azért, csak hát a gazda úgy gondolta, vagy én nem tudom, hogy meglep minket, hát 320 kilós disznó, olyan 270-re vártunk, hogy nagyjából ennyi jön, de kicsit nagyobb lett. Hát ez csak az, hogy a disznónak van egy bruttó súlya, az egy dolog, azért ebből még ugye kikerülnek olyan részek, amiket nem fogyasztunk el, de nagyon sok mindent vásároltunk még hozzá. Azért itt ehhez a disznóhoz felhasználásra kerül 20 kg hagyma, 3 kg fokhagyma, rendeltünk 50 kg kenyeret. A máj, ugye a hagymás máj, ami az előétele a napnak, ugye hát ott 20 kg máj, ahhoz 10 kg vörös hagyma van ledísztelve, szóval itt azért nagy számok vannak, nagy mennyiségek vannak. Hát én azt gondolom, hogy azért sokan, tehát egy ilyen 1000 ember, 800 és 1000 ember kényelmesen jól lakik. Ez mindig azt majd este meglátjuk, hogy mi maradt, mert egy egész nap ilyen forgóba, rotációba szoktak jönni a vendégek, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a nap is úgy telik el, hogy a végén nem sok marad. És honnan hozzátok egyébként a disznót, milyen gazdától, vagy hogy kerül kiválasztásra? Dunaharasztin van egy sváb gazda, akinek földjei is vannak, és ugye hát nem mindegy, hogy a disznónak milyen a húsa. És azért úgy szokták mondani, hogy a kukoricás disznó az az igazi, és nem táppal etetik, hanem, és ez a gazda, ezt tudjuk, hogy neki megtermeli a kukoricát, amit bedarál, és azt adja az állatoknak. Dunaharasztiról érkezett a disznó. Úgyhogy nekünk ez nagyon fontos, hogy minőségi jó húst kapjunk. Ott jártunkkor éppen az első fogásért, a hagymás májas reggeliért álltak sorba a vendégek. A bőséges lakoma híre a kicsiket és a nagyokat is egyaránt az udvarba csalogatta. A gyermekemmel érkeztem, gyermekkorom régi emlékeit idézte föl, amivel édesapámmal jártunk még mindig disznóvágásokra itt Soroksáron, akkor ez hagyományos volt. Most örülök, hogy van ez a rendezvény, mert hogy azért a mai fiatalok már csak a disznót darabokban látják a boltba, lecelofánozva, vákumfólia csomagolással. Úgyhogy így most látták, hogy miből mi lesz, és nézik onnan hátulról, hogy is került föl a rénfára, hogy került meg az egész folyamatát az elejétől a végéig. És nem volt annyira vérmes, mert ugye az állatvédelmi törvényeket betartva történt az egész. Mégis át lehetett érezni azért mégiscsak, hogy valahonnan, akár a Jóistentől kapjuk az adományt, amit eszünk utána, és mi neveltük, tehát hogy ez a kölcsönösség, ez így benne van mindenkinek. Hogyan fogadták ezt a disznóvágást? Nem tudom, hogy látták-e, hogy féltek-e tőle, vagy hogyan csapódik ez le a gyerekekben? Ők örömmel jöttek, így osztályból jöttek 4-5-en együtt, túlélték, a lányok az egy kicsi borzongosabban nézték, de nekem fiam van, úgyhogy ő azért annyira nem esett kétségbe, tudta, hogy mire jövünk, úgyhogy fölkészült, meg hát szereti, megkóstolja. Ha jól tudom, neked is vannak sváb gyökereid. Mesélnél erről egy picit? Sváb családból származom, a Geiger név is
kötelez így. Édesapámat sajnálom, hogy nem lehet itt, ő nagyon élvezte ezeket a dolgokat. Édesanyám viszont sütött ide pogácsát, és ezzel már körbe kínáltuk a népet. Részt veszünk ezekben az rendezvényeken, az összesen, amin tudunk, és örülök, hogy valahol tovább élhet ez a hagyomány, és hogy vannak azok, akik erre pénzt, időt áldoznak, mert ez nem kis munka, amit itt most csinálnak, tehát és le a kalappal azzal a sok-sok ember előtt, akik ezt tényleg, de nem csak az anyagi oldala, hanem ezt tényleg meg kell csinálni, ez fizikai munka is, és hogy ezt azért jó látni, hogy nem csak egy gép csinálja, ami végigvágja a malackát, hanem hogy ezt emberek és érző emberek, akik odafigyelnek tényleg a fülétől a farkáig a malackának, ahogy szétszedik. Mennyire jobb szerinted egy ilyen fajta elkészítésű hús, mint mondjuk amit az üzletben tudsz venni? Azért az üzletek között is van különbség, tehát vannak olyan hentesek, akik tényleg maguk vágják, és ők ugyanúgy otthon csinálják, tehát nem teljesen gépezett a dolog. Tehát ha olyat megválogatok, akkor ott ugyanúgy a jó minőségű húst kapom. Itt talán a fűszerezése a kolbásznak lenne más, ugye az a soroksári hagyományos fűszerezésű, és a boltban nem biztos, hogy pont ugyanezt a fűszerezést kapom. A pár éve felújított soroksári német nemzetiségi tájház nem csak a disznóvágás hagyományáról ismert, hanem falai, a közösség életét, jó kedvét és kulturális értékeit is óvja. Már amikor lehet. A pandémia, mint minden közösséget, minket is sajnos, néha úgy éreztük, hogy nagyon elmagányosodtunk, ami sajnos igaz is volt. Van egy gyönyörű múzeumunk, de egy közösségi tér is. Tehát itt azért nagyon sok kórusok, zenekarok jönnek ide próbálni, énekelni. Van az német egyesületünk, mi is, ha úgy van, akkor itt összejövünk. A német önkormányzat testületi üléseit itt tartjuk. Tehát ez a hely egy több funkciós hely. Nyáron a gyerekek táboroztatása zajlik itt, német nyelvű táboroztatása. Van egy ilyen programunk, ahol így szombat-vasárnap sütögetni lehet, és ilyen régi sváb receptek alapján mindenféle finom süteményeket, sós vagy édes éppen melyik, megtanítjuk, meg átadjuk, megpróbáljuk ezeket az értékeket, ugye, mert ez is egy fontos része a kultúránknak, hogy a finom ételeknek az elkészítési módját is átadjuk a fiataloknak. És a múzeumban milyen értékeket láthatunk? Azért ez a múzeum már itt van 2016 óta, hála Istennek. Sokszor elmondtunk sok mindent a múzeumról, de az nagyon szerencsés helyzetben voltunk, mikor ez alakult. Tényleg annyira gazdag az érték, mennyiség, értéktárunk, amit a múzeumban meglelhető, megtekinthető, és ez köszönhető annak, hogy nagyon sok kitelepített család is segített, tehát azok a családi erekék, amikre esetleg nem volt szükségük, azt ők odaadták a múzeumnak, illetve természetesen Soroksár, és a Soroksárról akár innen elköltözött testvérek részéről is nagyon sok érték érkezett, úgyhogy épp azt beszéltük, mikor emlékszem, hogy rendeztük be, hogy még egy tájházat be tudtunk volna rendezni, mert tényleg annyi minden érkezett be, és hát nem tudjuk eléggé megköszönni azoknak a felajánlóknak, akik lehetővé tették, hogy egy nagyon szép és színes tájházat, múzeumot tudjunk létrehozni. A technológiai fejlődés és a nagyüzemi húsfeldolgozás miatt az utóbbi évtizedekben egyre ritkulnak a tradicionális disznóvágási rituálék, közösségi lakomák. Ezért is különösen fontosak a hasonló jellegű hagyományőrző programok, nem csak Soroksáron.